Három meccsből öt pont a Kisvárda Mastergut tavaszi bajnoki mérlege. A Csákvár is a gyírmult ellen döntetlent játszott, a Szeged ellen pedig nyert Sós Imre együttese. Vasárnap ismét idegenbeli mecsvár erősségre, erőségre, akik ősszel az általuk 2 0 legyőző Siófok otthonában lépnek pályára. A Balatonpartiak eddig hibátlanok tavasszal, a Dunaui várost és a Szegedet 2 1 a Vácot pedig 1 0 győzte le a Gorán Kopunovics által irányított gárda, amely egy ponttal, a 27 ponttal hatodik kisvárda elé került a tabellán. Amikor egy csapat elkapja a fonalat, akkor ugye jön egy olyan periódus, amikor minden befelé Biztos, hogy egy jó mérkőzés lesz, hiszen tévés mérkőzés is lesz. Ugye a siafok is jó rajtolt, én úgy gondolom, hogy mi is, annak ellenére, hogy ugye két döntetlennel kezdtük a bajnokságot. Én nagyon remélem, hogy mind a tévé előtt ülők, mind pedig a helyszínen meg jelenlévő nézők jól fognak tudni szórakozni, és hát sikerülni fog elhozni a három pontot siafokról, hiszen nekünk ez mindenféleképpen a célunk. A korábbi válogatott támadó Rajci Péter szerint is meg kell szakítaniuk a Siófok tavaszi sorozatát. Ismerem a Siófokot, koposváriként sokat játszottam ott, mindenképpen a három pontot tartanám elfogadhatónak. A Siófok Kisvárda Mastergood mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik. A 19. forduló további párosítása a következő: Dunaújváros, Zalegerszeg, Soroksár, Szeged, Szigetszent Miklós, Csákvár, Buraörs, Szolnok, Vác, Balmazújváros, Mezőköves, Sopron és Gyirmút Ajka.